A nagybőjt bizonyos keresztény közösségekben a húsvét előtti 40 napos előkészületi bűnbánati időszak, a hanvazó szerdától húsvétig tartó bőjti idő. A lényege a bűnbánat és a húsvéti előkészület, ilyenkor Krisztus kínszenvedésére emlékeznek a hívek. Hanvazó szerdán régi hagyomány, hogy a hívők nem fogyasztanak húst, háromszor étkeznek és egyszer laknak jól. A nagybőjt kezdete idén Valentin napra esett. Nagyon sajátos az az idei hanvazó szerda, reggel hívták fel a figyelmet, hogy ma van Valentin nap. És Valentin nap hanvazó szerda viszonylatában össze nagyon megijedtem, aztán rájöttem, hogy itt a gyökerében valami nagyon nagy mélység és hasonlóság van. Hát Valentin napon megünnepeljük a szerelmet, meg a szerelmeseknek a kapcsolatát. És a nagybőjt kezdete, Jézus amikor kivonul 40 napra a pusztába, azért van ez a 40 napos bőjt, akkor ő egymiatt megy ki, hogy az Istennel való kapcsolatát megélje és mélyítse, az atyával való kapcsolatát. És igazából a nagybőjt arra hív bennünket, hogy mi is kezdjük az Istennel való kapcsolatot elkezdeni mélyíteni. Nagybőjtben a hívők a péntekeken lemondanak a húsról, többen pedig még választanak valamit, amit próbálnak megvonni maguktól egészen húsvétig. A nagybőjtben azonban nem csak lemondani lehet, hanem gondolkodhatunk azon is, hogy miben tudunk gyarapodni a 40 napban. Izgalmas lehet, hogy ha már Valentin nap, ha már hanvazó szerda és a nagybőjt kezdete, ha már a szeretet kapcsolatnak a mélyítése, akkor ez mondjuk egy szép program lehetne ebben a 40 napban, hogy azt mondja az ember, hogy oda nézek a vele való kapcsolatomra, és legalább néhány dolgokban elhatározom, hogy mi az, amit szeretnék érte tenni, meg mondjuk ránézek arra a szerettemre, aki valamiért most fontos helyet foglal az életemben, akár közel van hozzá, akár távol, és még a következő 40 napban azért a szeretet kapcsolatért mit fogok tudni tenni. És nem is inkább az elengedés, hogy említettem lenne a fókuszban, hanem amit tudnék érte tenni. Tóth Tamás hozzátette, foghatunk egy lapot, és 40 napon keresztül vezethetjük, hogy mit tettünk az Isten kapcsolatért, és mit tettünk az embertársi kapcsolatokért. Ez lehet akár csak egy mosoly a másik felé. Mint mondja, ha felemeljük a tekintetünket, és akár csak 20 napot figyelünk az embertársainkra, akkor idén egy szép húsvétunk lehet.